DK vezérszónokaja most, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Nem olyan régen ünnepeltük a 450. évfordulóját, ha jól számolom, Tordai Országgyűlésnek, mert ugye jogosan vagyunk mindannyian büszkék, hiszen ez volt az első, az egyik első olyan állami fórum, amelyik a vallásszabadság elvét törvénybe iktatta, gyönyörű szöveggel kimondva azt, hogy midőn a prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki az ő értelme szerint, és az község, ha venni akarja, jó, ha nem, pedig senki kényszerítéssel ne kényszerítse, az ő lelke azon meg nem nyugodván. Ennél szebben ma sem lehet, azt hiszem, összefoglalni azt, hogy mit értünk vallásszabadságon, és mit értünk az állam, mit tartunk az állam dolgának a vallással kapcsolatban, az egyházakkal kapcsolatban. Éppen ezt, azt, hogy az állam biztosítsa a szabad vallásgyakorlás feltételeit mindenkinek, és senkit se kényszerítsen olyan vallásgyakorlásra, amit ő szíve meggyőződése szerint nem szeretne, nem tart magáénak. Azt hiszem, hogy amikor vizsgáljuk ezt a törvényjavaslatot, akkor ebből az alapelvből kell kiindulnunk, és ezt kell vizsgálnunk. És miközben nagyon köszönöm államtitkár úrnak és Herceg Tamás képviselő úrnak, hogy ebben a vitában konstruktív módon a megoldást keresés és a ezek szerint közösen általunk vallott alapelvek keresése ügyében szólalt föl, ezt Nacsa képviselőnek kevésbé tudom megköszönni, mert ő ugyanazt az álkeresztény blablát nyomta, amit mindig. De azt kell mondanom, hogy szerencsére a törvényjavaslaton ez nem látszik. Azért egy apró megjegyzést hagyják, a vallásszabadság azt is jelenti, hogy nem tudjuk mi itt a parlamentben megmondani, hogy mennyi egyháznak kellene lennie Magyarországon. Nem tudjuk megmondani, hogy mi a sok vagy mi a kevés. Hogy 2015 sok volt, most kevés van, mert ez nem a mi dolgunk. Ahol egyértelmű szabályok kellenek, és az egyértelmű szabályok alapján majd a polgárok létrehozzák, hogy ők milyen egyházakat akarnak létrehozni. Összességében azt kell mondanom, hogy a törvényjavaslat egy majdnem lehetetlen feladatra vállalkozik, és szemben, amit képviselő úr állít, ez jelentősen jobb javaslat, nem csak a ma hatályban lévő szabályozásnál, hanem az önök korábbi elvetélt kísérleténél is. Ez a javaslat ugyanis arra törekszik, hogy összeegyeztesse az európai normákat, a vállásszabadsághoz kötődő garanciákat, és az önök meglehetősen kicsinyes gyakorlatát. Erre a törvényjavaslat egy nagyszabású és számos elemében sikeres kísérletet tesz, ez néhány helyen bicsaklik csak meg, erről majd a végén szeretnék beszélni. De ennek a kötéltáncnak, mondhatnám pávatáncnak a következménye, ez a rendkívül bonyolult jogi szabályozás, amelyik ugye öt kategóriába sorolja az egyházakat, azért ez egy szép teljesítmény, tehát lényegét tekintve, hát a teljesen elismerés nélküliektől kezdve, tehát ez a típusú szabályozás nagyon bonyolult, nagyon nehezen áttekinthető, és lényegében azt a szándékot próbálja megoldani, vagy azt a problémát próbálja megoldani, hogy legyenek olyan egyházak, közösségek, amik azért nem egészen egyházak, de majdnem egyházak, bizonyos jogaik vannak, de azért nincs annyi jog, mint hogyha igazából egyházak legyenek. Ezt a megoldást mi bonyolultnak és fölöslegesnek gondoljuk, de értjük a szándékát, és azt mindenképpen jónak tartjuk, hogy legalább itt normatív követelményeket határoz meg a törvény, más oldalról pedig bírósági kézbe helyez. Ugye ez volt a korábbi törvényeknél a legnagyobb probléma, hogy egy országgyűlési döntéshez, ráadásul az esetek jó részében egy soha meg nem születő országgyűlési döntéshez kötött a normatív feltételek mellett a egyházak elismerését. Ezt mindenképpen pozitívumnak értékeljük, hogy ez most megszűnik, bírósági, objektív körülmények van, és ezeket bíróság vizsgálja. Ezt ha elhitték volna 2011-ben, akkor sokkal előrébb tartanánk ebben a dologban, hogy ezt így lehet és így kell csinálni. Hosszasan magyarázták itt a parlamentben, hogy ez miért nem jó megoldás. Örülök, hogy most már belátták, hogy ezt így lehet csak tisztességesen megoldani. Hol bicsaklik meg ez a logika, és hol bicsaklik meg ez a normatív rendszer? Két helyen. Egyrészt, ugye vannak olyan egyházak, akik egyházabbak, akik egyenlőbbek a többieknél, ezek a bevett egyházak. Félreértés ne essék, ebbe a kategóriába döntő többségében, nem kivétel nélkül, de döntő többségében valóban jelentős társadalmi támogatással, történelmi múlttal, intézményhálózattal rendelkező egyházak kerültek. Na de ha ez így van, akkor miért kell föltartani ezeknek az esetében az országgyűlési döntést?
Miért kell ezeket az egyházakat politikai kegyencként beállítani azzal, hogy az országgyűlés dönt az ő bevett egyházi státuszukról? Egy egyszerű átmeneti szabállyal meg lehetett volna ezt oldani, hogy ezek az önök ilyen-olyan okokból, de önök által fontosnak tartott egyházak, egy átmeneti szabállyal át lehetett volna őket juttatni egy védett státuszba, és utána pedig egyébként simán bírósági, ugyanúgy a bírósági hatáskörbe lehetett volna hagyni azt, hogy esetleg újabb egyházak is bekerüljenek ebbe a körbe. Körbe nyilván szigorú feltételek. Mert miért fontos ez? Azért, mert ugye ezek azok az egyházak, akiknek minden jár gyakorlatilag a létező korábbi megállapodásokkal és a továbbiakban is. Én azt gondolom, hogy az érintett egyházak biztonságát is jobban szolgálná, hogyha őket is objektív szabályok és objektív bírósági döntések védenék, és nem lennének kiszolgáltatva az országgyűlés döntésének ebből a szempontból sem. Még árulkodóbb az, hogy a nagy intézményfenntartó egyházak közül egy pici árva van, ki sem korábban, sem most nem tud bekerülni a bevett egyházak közé. Ki lehet találni, melyik az a Magyar Evangéliumi Testvérközösség? Hát az valahogy nem. Az hiába felelt meg a korábbi törvény feltételeinek is, hiába felel meg ma is minden feltételnek. Hát az képes olyanokat mondani, mint hogy a hajléktalanokat nem rendőrségi eszközökkel kell üldözni. Hát tényleg milyen keresztény az ilyen, gondolják önök. Ezért aztán azt kell mondanom, hogy ők ugye nem számíthatnak továbbra sem méltányos elbírálásra, sem egyenlő feltételekre, mint a többi egyház. Az a hajléktalan, akit a Máltai Szeretetszolgálat lát el, az a hajléktalan kiemelt támogatásra érdemes, mert hogy a katolikus egyházhoz tartozik, az a hajléktalan, akit az Oltalom Egyesület vagy a Magyar Evangéliumi Testvérközösség lát el, az nem, mert az nem olyan szép egyház, hiszen a vezetőjének rossz véleménye van Orbán Viktorról, sőt, még parlamenti képviselő is volt egy önöknek nem rokonszenves pártban, és ez aztán végképp megbocsátatatlan. És ugyan, de én már nem is megyek itt a személyes szálakba bele, ezeket mindenki ismeri, hogy volt olyan időszak, amikor nagyon is megfelelt Orbán Viktornak ez az egyház, de most már nem a lelki, hanem a politikai szempontok fontosak, úgy tűnik, és most már ez egy nem szeretem egyház. Van egy másik probléma is, a másik probléma az, hogy miközben valóban az, hogy ki lehet egyház, és ez tényleg erőlépés, erre egy objektív szempontrendszer van, arra, hogy ki kap a közszalatok alapján támogatást, erre a többi egyház esetében nincsen objektív szempontrendszer. Mert azt nem mondják majd, hogy a társadalmi beágyazottság, meg ennek, meg annak a figyelembevétele, hát ezt majd a kormánya maga végtelen bölcsességében és mégtelen jóindulatában majd eldönti, hogy ki az, akit egyébként szerződés megkötésére alkalmasnak talál. Lényegében avval kötnek szerződést, akivel akarnak. Ez az például oktatás vagy szociális területen egyszerűen csak méltánytalan és igazságtalan, hiszen megint ugyanarról beszélünk, hogy hiába látja el a közszolgálatot, ugyanolyan színvonalon ő nem kap egyenlő támogatást. A hitéleti támogatások esetében szerintem ez alkotmányossági kérdéseket is fölvet, mert ha valaki egyház, akkor a hitéleti tevékenységét miért kell további feltételeknek megfelelni azon támogatásához, miért kell további feltételeknek megfelelni. És itt legyen világos, nem nagy összegekről van szó, hiszen a további kategóriákba kerülő egyházaknak a döntő része az viszonylag kis létszámú egyház, és nem túl sok hitéleti támogatása lenne jogosult. Végül hagy utaljak még két dologra. Az egyik dolog az, hogy azért persze tudjuk, hogy a gyakorlat eltér a leírt szavaktól. Mert hogy amit itt megfogalmaz a javaslat, az arról szól, hogy az egyenlő finanszírozás jár az állami és önkormányzati intézményekkel, a közfeladatok ellátása területén a bevett egyházakkal, és ugye ez a maximum a többi egyháznál a támogatási szerződésnek. De tudjuk, hogy nem így van. Hát minden objektív mérés, kutatás kimutatja, hogy például a dologi kiadások tekintetében az egyházi iskolák 3-4-szeres támogatást kapnak ma az állami iskolákhoz képest. És akkor onnan kezdve, na csak képviselő úr, lehet marha lelkes, hogy mennyire a vallás felé fordulnak az emberek, meg mennyire növekszik az egyházaknak a szerepe. Persze, hogy növekszik, mert egyik oldal tönkreteszik az állami intézményrendszert, az állami oktatási rendszert, az állami szociális ellátást, a másik oldalt pedig tömik pénzzel az egyházi intézményeket. Nyilván sok szülő van, aki nem vallási meggyőződésből, hanem józan eszét követve a jobban finanszírozott intézményt választja ebben a helyzetben. Csak ez nem a vallásszabadságról szól, éppen ellenkezőleg. Ez arról szól, hogy az önök által helyesnek gondolt vallási tanításokat ráerőltessék azokra is, akik ezt egyébként szívük szerint nem szeretnék és nem kérnék.
Végül egy rövid megjegyzést szeretnék arra tenni, hogy azért látszik azt, hogy a törvényjavaslatot, hogy mondjam, mint a röghetségeket egymásnak feszülő erők szolgálták, vagy formálták. Ebből ugyanis az a következmény, az átmeneti rendelkezések időnként nem létező jogszabályhelyekre hivatkoznak. Én azt szeretném kérni a kormánytól, hogy kivételesen ne bízzák a Törvényalkotási Bizottság kormánypárti többségére, hogy előző délelőtt megálmodja azt, hogy hol kell javítani még jogszabályhely szempontjából a szöveget, mivel az átmeneti rendelkezések rendkívül fontosak a ma működő és különböző okokból az elmúlt időszakban diszkriminált egyházi közösségek szempontjából. Legyenek olyan kedvesek, és küldjék már el ezeket a javaslatokat, amikor kész vannak az ellenzéki képviselőknek is, ne utolsó délután, hanem korábban. Ígérem, ha ezek olyanok, amelyek méltányosak, vállalom, hogy magam is szívesen benyújtom őket az igazságügyi vagy a Törvényalkotási Bizottságban, és javaslom az elfogadásukat. Csináljunk már méltányos feltételeket. Tisztelt képviselőtársaim, röviden összefoglalva, tehát számunkra ez a törvényjavaslat, bár pozitívan értékeljük a szándékot, hogy egy európai normáknak megfelelőbb szabályozás jöjjön létre, azért nem elfogadható, mert egyrészt továbbra is fönntart olyan egyházakat, akiket politikai úton és politikai módon választ ki a többiek közül és hoz előnyös helyzetben, másrészt nem rendez minden fajta igazságtalanságot, ami korábban keletkezett, harmadszor pedig a közszolgálatok ellátása és finanszírozása területén lényegében továbbra is fönntartja azt a helyzetet, ahol nem egyenlő mércével mérő normatív, hanem a kormány kegyén támaszkodó döntések és finanszírozási rendszer van. Azt kell mondanom, hogy nem tudjuk ezt a törvényjavaslatot támogatni, de ezt most kimondottan sajnáljuk, mert a szándékokat akár tudnánk is támogatni. Köszönöm szépen. Kóros Lajos képviselő úr, az MSZP vezérszónoka.